Diákszínjátszó csapatot tulajdonképpen az alakulása óta, ez most már a harmadik évünk, ha jól számolom közösen, és ez egy olyan út, amit szerintem minden fiatalnak meg kéne tapasztalnia, mert olyan tapasztalatokat ad az élethez is, amik szerintem tulajdonképpen nélkülözhetetlenek. Az első két évben mindig olyan anyagokat találtunk, amik hát meglehetősen komoly témákat, szomorú helyzeteket dolgozott fel, és azért ez megviselte a társaságot. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az idén kicsit vidámabb témába kapunk. Nem mintha őrkények egy percesre jöjjön, nagyon vidám témák lennének, de nagyon érdekel bennünket ez a groteszk világ, hogy hogyan lehet megmutatni az egypercesek lényegét, tehát a kis rövid mondatok mögött búvó furcsaságokat, azt az atmoszférát, amit az őrkényi világ teremt. Ez az Egy tojásból minden lehet című darab. Azért egy kicsit más, mint a többi próba folyamat, amin eddig részt vettem, vagy amin eddig dolgoztam, mert ez nem egy olyan történet, hogy van eleje és vége, hanem több különböző történetet vágtunk össze, több különböző történetet raktunk össze. Használunk benne mozgásszínházi elemeket is, időnként dalra fakadnak a gyerekek, és itt el kell mondanom, hogy ezeket a zenéket maguk a fiatalok csinálták, leginkább Stiften Anett nevét emelném ki, akinek a zenei hátteret köszönhetjük. Én írtam ebbe a darabba ugye a zenéket, segítséggel, nagyon sokat segítettek a többiek, tehát volt egy alapötlet, amit megmutattam nekik, és utána azzal dolgoztunk, ők is beletettek, akkor elvettünk egy picit belőle, szóval ez inkább egy közös dolog. Népzenei alapokon nyugszik, de azért belekeverjük a kortárs műfajt is. Ez most olyan, hogy nincsenek főszerepek. Igyekeztem úgy osztani a szerepeket, hogy arányosan mindenkinek jusson. Érdekes feladat. És elég nehéz feladat az, hogy most különböző karaktereket kell megformálni. Két fő karakterem, az egyik az Steyer Editke, a másik pedig egy politikus nő, ami két nagyon különböző karakter, már csak abban, hogy a politikus nőnek nyilván van egy kiállása, ő nagyon ambiciózus és magabiztos és megmondja, Editke viszont inkább egy félénk, visszahúzódó, kicsit kiüresedett lány. Március 16-án lesz a bemutató, és utána készülünk egy országos fesztiválra, a Győrben megrendezendő diákszínjátszó találkozóra, ami április közepe felé lesz majd.